napot kívánok mindenkinek! Aki még nem ismerne, Pocsai Gyula vagyok. A kezdetekben még elmondtam, hogy nem vagyok szónok, és nem is szívesen beszélek ennyi ember előtt. Sajnos annyit kellett már felszólalnom, hogy lassan már tényleg az leszek. Viszont egyre inkább nincs már kedvem kiállni önök elé és felszólalni. Ennek több oka is van, ezekről fogok most beszélni. Egyre inkább fáradta, kiábrándult vagyok, csalódott és dühös. Beszéltem már arról, és nem fogom most újra elmondani, hogy ezt a harcot én annó egyedül kezdtem, de közben társakra, barátokra leltem, Mikire, Lacira, Sanyira, aztán a Facebookon Apulára, és jöttek szépen sorba az új emberek. Nem fogom felsorolni, mert most itt ez így hosszú lenne, de a célunk eléréséhez viszont sajnos kevés. Ezekkel az emberekkel egy úton járunk, egy célért küzdünk. Ez pedig jelenleg az, hogy tartsák be a Questor törvényt, és fizessenek ki mindenkit az abban foglaltak szerint. Nem kell nekünk, mindenkinek, a károsultaknak, a debrecenieknek, a budapestieknek, barátoknak lennünk. Más emberek vagyunk, máshogy gondolkozunk, de egy dolog közös bennünk. A pénzünkért küzdünk. Azt akarjuk visszakapni. Úgyhogy ezt kell megérteni és hangsúlyozni, hogy szükség van egymásra és az összefogásra, nekünk is és a károsultaknak is, ha vissza akarjuk kapni a pénzünket. Márpedig én és a családom azt akarja visszakapni a pénzt, amit ellöptek tőlünk. Ezért minden tőlem tehetőt el is fogok követni. Azzal kell foglalkoznunk, ami összeköt minket, nem pedig azzal, ami megoszt, és eltereli rólunk a figyelmet. Így a kormányzat két legyetűt egy csapásra. Ki sem mondom, hogy mire gondolok, tudja mindenki szerintem, hogy miről beszélek. Úgyhogy én azt kérem mindenkitől, hogy jelenleg mi csak a Questor botránnyal foglalkozzunk. Így van. A jövőben én kezd elegem lenni a békés demonstrációból egyébként. Úgyhogy a jövőben én ilyen eseményeken már nem igazán szeretnék részt venni. Amiről semmilyen információ nincsen, nem értek vele egyet, mert nem tartom elég hatékonynak ahhoz, hogy erre rengeteg munkát és időt áldozzak. A másik ok, őszintén szólva, nagyon elegen van a pocsa utasokból, akik semmit nem hajlandóak tenni azért, hogy az ügyük előrébb haladjon. Fél évet szántam rá az életemből, ingyen. Semmilyen ellenszolgáltatást nem kaptam, mondjuk nem is kértem, de elég volt. Nincs több időm az életemből ezekre az emberekre. Nem vagyok teljesen hülye, én tovább értük nem harcolok. Ezt hogyan fogjuk megoldani? Hamarosan meg fogják tudni, már dolgozunk rajta. Most pedig egy pár szó a demonstrációk fontosságáról. Demonstrációkkal tudjuk, mi károsultak leggyorsabban és legolcsóbban visszaszerezni az ellopott pénzünket. Emlékezzünk vissza egy kicsit. Ne felejtsük el azt, hogy honnan indultunk. Nulla! Nulla! És még egyszer mondom, nulla forint kártalanítást akartak fizetni. Akkor egy kis kronológiai áttekintés. Hogyan is jöttek egymás után az események? Március 9-én volt ugye az öncsőd. Március 20-án tértünk magunkhoz a sokból. Az első demonstrációnk ekkor volt a debreceni Questor fiók előtt. 300-400 ember hirtelen össze tudott jönni. Elmondtam, hogy egy alulról induló szerveződés vagyunk, bajtársak, sorstársak. Debrecen nem gyáva. A kormány segítségét kértük, mert hittünk,
és bíztunk bennük. De ez mára már sokat változott. A mondandómat akkor azzal zártam, hogy minél többen csatlakozzanak majd hozzánk a március 29-én megrendezésre kerülő demonstrációnkon. Március 25, 5 nappal később, a befektető védelmi alap, BEVA, tudomásul vette a Magyar Nemzeti Bank álláspontját, miszerint a BEVA-nak kártalanítani kellene a fiktív kötvények után. Az alap igazgatósága külső jogi szakértők véleményét kérte ki ezzel kapcsolatban. Szóval, elhintettek egy jó hét, nem ígértek meg semmit, de próbálták már akkor kifogni a szeret a vitorlámból. Akkor még ez nem sikerült. Március 29, a második debreceni demonstráció. Közel 1000 embert rántottunk össze Debrecenbe, a legnagyobb fideszes fellegvárba. 1000 embert. Mint ahogy már mondtam, először segítséget kértünk a kormánytól. Tarsó Csaba is pontosan ezt tette. Kamu öncsődőt jelentett, és az állam segítségét kérte.